Az elmúlt 4,5 évtized emlékeit idézi fel a közönsége számára a Nyíregyházi Kántémusz kórus. Eredetileg ünnepi koncertsorozattal készültek bel és külföldön egyaránt, de a pandémia miatt változtatni kellett a terveken. Ami rendelkezésünkre áll, az az, hogy hangfelvételeket, képfelvételeket készítsünk, úgyhogy ebben a témában fejtjük ki most itt az energiáinkat. Próbálunk mennél több olyan művet most hangfelvételre rögzíteni, amire az elmúlt időszakban nem volt idő, mert a sok koncert és a sok különböző program, aminek meg kellett felelni, azok ezt lehetetlenné tették. Szóval most egy kicsit a saját ízlésünknek, a saját kedvünknek muzsikálunk. Sajnos azonban ugye a Kántémusz kórus család teljes egészét nem tudjuk működtetni még, mert a pandémiás viszonyok, illetve a különböző eljárásrendek nem teszik lehetővé, hogy itt a gyerekek is, meg a középiskolások, meg mindenki muzsikálhasson. Ez a legnagyobb szívfájdalma most a stábnak, a Kántémusz stábnak. Reméljük, hogy hamarosan feloldódnak ezek a korlátozások, és akkor visszaáll minden a régi kerékvágásba, és akkor újra a gyerekek is énekelni fognak. 2020-ban rendhagyó módon az online térben ünneplik a Magyar Kórusok Napját. December 16-án szerdán több órás műsorfolyamot terveznek beszélgetésekkel, zenei összeállításokkal. Jelentkezni annak a kórusnak lehet, aki december 4-ig elküldi felvételét a Kántémusz kórusnak. Kortárs kóruszenék, karácsonyi dalok, kedvencek és Kodály Zoltán kórus művei, vagy Kodály által gyűjtött népdalok kategóriájában lehet nevezni. Az ünnepi megemlékezés mellett a háttérben is folyamatosan zajlanak a munkálatok, és a kórus már a jövő évadot tervezgeti. Egyrésztől mi már most készülünk elő a következő évre, és ezek a felvételek, amiket említettem, azok már ezt készítik elő, egy reneszánsz, egy megújulási projektet szeretnénk majd létrehozni, ami a YouTube-on elérhető lesz majd sokak számára, aztán reméljük, hogy ebből CD is fog születni. Most decemberben még ugye a karácsony szellemében zajlanak az események, úgyhogy most decemberben ki fogjuk hozni az új karácsonyi lemezünket, és mivel karácsonyi koncertet nem lehet tartani élőben, ezért december 20-án egy talán 2 évvel ezelőtt készült karácsonyi koncertünknek a felvételét fogjuk közvetíteni a Kántémusz rajongói számára. Szerintem az nagyszerűen sikerült hangverseny volt, és ráadásul jó minőségben is került rögzítésre, úgyhogy azt mindenkinek szívesen ajánlom a figyelmébe, mert az egy nagyszerű program december 20-án. Szabó Soma híradónknak elmondta, hogy a közönség jelenlétére online térben is számítanak szerte a világban. Azon dolgoznak, hogy a korlátozások megszűnése után mielőbb visszatérhessenek rendezvényeik és programjaik a megszokott mederbe.